Az első lépéseket mutatják az újfehértói tűzoltóknak a debreceni repülőtéren. A tűzoltók a megfelelő védőfelszerelést felvették, az öveket szorosra húzták, és elindult a gyakorlat. Aztán kigyulladt a repülők kereke, majd egy pillanat múlva már a turbina is lángolt. A tüzet vízsugárral kezdték el oltani. Újfehértó polgármestere azt mondta, nagy gondot fordítanak a városban arra, hogy naprakész tudással rendelkezzenek tűzoltóik. Újfehértón az utóbbi időben sajnos olyan hírek keltek szányra, hogy veszélyben van a tűzoltóság működése. Ugye indul a választási kampány, többen ezt erre a tűzoltóság életét is erre szeretnék felhasználni, hogy önmaguknak politikai tőkét kovácsoljanak. Most ezzel a mai gyakorlattal is erre is szeretnék rácáfolni, hogy Újfehértón a tűzoltóság léte biztonságban van, az újfehértő emberek biztonságáért szavatosságot vállalunk, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a tűzoltóság működjön, és ezért is jó ez a mai alkalom, hogy el tudtunk jönni ide a debreceni repülőtérre egy gyakorlatra, ahol olyan helyzeteket tudnak szimulálni a tűzoltóink, amelyek a való életben is megtörténhetnek, hiszen egy tűzeset bármikor történhet. Repülőgép tűz, bízunk benne, hogy nem lesz Újfehértón a közeljövőbe, de az, hogy egy mesterséges körülmények között tudunk olyan gyakorlatot végrehajtani, amelyre otthon nincs lehetőségünk, ez egy nagyon nagy köszönet ért a Detka Kft-nek, aki ezt lehetővé teszi számunkra. A gyakorlatot szervező társaság lehetőséget biztosít a városi tűzoltóságoknak arra, hogy az elméleti tudást megfelelő gyakorlati lehetőséggel egészítsék ki. Ezért hozták létre bázisokat a debreceni repülőtéren. Fontosnak tartjuk azt, hogy a városi tűzoltók nem csak a közületi városi körülmények között szerezzenek tűzoltási gyakorlatot, hanem a ilyen speciális repülőtéri körülmények között is megállják a helyüket. Véleményünk szerint ezt máshogy nem lehet elérni, mint hogy gyakorlatozzanak. Tehát az elméleti tudásokat ki is tudják próbálni. A gyakorlaton a 16 újfehértói tűzoltóból 7-en vettek részt. A többiek otthon teljesítettek szolgálatot. Hosszú József polgármester szerint ez a sikeres gyakorlat is bizonyítéka annak, hogy a településen élők biztonságban érezhetik magukat. Mi nagyon örülünk annak, hogy ilyen lehetőséget kaptunk, hisz helyben ilyen próbákat nem tudunk végrehajtani, nincsenek ilyen eszközeink, amelyek itt a repülőtéren a Detka Kft-től megkaptunk. Ezt nagyon szépen köszönjük nekik ezúton is, és az Újfehértő lakosokat szeretném még egyszer megmutatni, hogy Újfehértón a tűzoltóság működött, működik és működni is fog, mindenféle ellentétes politikai támadástól függetlenül. A nem mindennapi tapasztalatszerzésre azért is szükség van, mert az újfehértói tűzoltóság vonulási területe bővült. Ők vigyáznak a biztonságra Tégláson is, és hozzájuk tartozik már az M3-as autópálya Nyíregyháza-nyugat, Nagykálló közötti szakasza is.